Üdvözlök minden BMW rajongót, 525-ös dízel, 177 lóerős dízelmotor, ez igen szépen csendesen jár ez a szerkezet, tulajdonképpen itt nincs amit nézegetünk, nem is látjuk, hogy mi van alatta, csak a hangját hallgatjuk, hogy milyen jó. Nekem tetszik, remélem önöknek is tetszik ez a hang, ez egy fekete metál autó, 2004 tavaszából számozik ez az autó, jó felszerelt, meg is nézegetjük, hogy mit tud nekünk kínálni. Tehát tudja a 177 lóerőt egyszer, van egy szenonlámpa benne, kötfényszóró, gyári BMW alufelni, amin téli gumi van jelen pillanatban, de van hozzá 4 darab ajándék nyári gumi is, amit nem sokára lassan föl lehet majd szerelni. Nagy panorámatetés, ami szerintem majd az utasoknak belülről nagyon fog tetszeni. 2013-11. Folyamán műszaki az autónak, tehát ezzel sem kell mostanában foglalkozni. 2 tonnás leszerelhető vonóholog van rajta, amit itt el van benne dugva, ezt meg is mutatom. Itt van ez a vonóhorog, most le van róla szedve, akinek szüksége van rá, annak jó hasznát teszi majd ennek a vonóhorognak. Hátul ez a hátsó ajtó, ez ajtószervos, nem kell csapkodnunk, szépen csendesen bezárja nekünk ezt a hátsó ajtót. Nézzünk az utastérbe is bele, vannak itt hátsó rolók, amik majd jól jönnek, hogyha esetleg valaki messzebbre megy, és a nap ide nagyon sütögetne. Ezzel segítünk a szemünknek és a alvó babának. Itt ez a nagyon szép kis panoráma tető, majdnem az egész autót befedi itt a tetejét az üveg. Aztán nézzük az elejét, hogy mit kínál nekünk az eleje. Egy állítható ülésmagasság, állítható kormánymagasság van, 4 elektromos ablak. Sok-sok légzsák vigyáz ránk és a szeretteinkre. Tehát itt az A-oszlop, B-oszlop ülésben mindenhol szerettek nekünk a VMB szakemberei légzsákot, hogy épségben maradjunk, hogyha neki mennénk esetleg a falnak. Az autóban jól szól a zene, de most nem ez a lényeg. 258 000 km futott az autó, ez egy vezetett szervizkönyves autó, megvan a szervizkönyve, nemrég volt szervizben különben az autó. Van itt tempomat, kormányról vezérelhető zene, ugye bordkompjúter, a 4 darab ablak, a kötfényszóró kapcsoló, 2 oldalra digitális automata, klíma, ugye és a navigációs vezérlő egység itt a közép konzola, és lefrissített verzió van benne. Aztán itt mutassak itt még meg, itt van az autónak az összes jármű kísérő dolgai, a szervizkönyve mindennek, 2 eredeti gyári kulcsa megvan az autónak, van itt telefon is különben benne, ezt is be lehet üzemelni, úgyhogy teljes luxust kínál nekünk ez az autó, szép nagy tágas autó, kevés fogyasztással is megelégszik, ugye ez nem egy rossz dolog a mai világban, szívjönnek el hozzánk, ez egy csodaszép nagy tágas családi autó, reméljük, hogy valakinek még sok örömet fog okozni majd a közeljövőben. Köszönöm, hogy itt voltak, jönnek el hozzánk az M3 autóparkba, meg lehet nézegetni, át lehet vizsgáltatni ezt az autót, köszönöm szépen, hogy itt voltak, a viszontlátásra!